Sziasztok, Lea vagyok, és most meg fogom mutatni, hogy kell egészséges és finom séket főzni. Nagyon egyszerű. Kell hozzá egy turmixológép, egy darab banán, és pár eper. És egy pohár tej, és egy pohár jég. Az első azt kell csinálni, hogy a banánt föl kell vágni pici apró szeletekre, nem az egészet. Így nagyon egyszerű. Vágjuk föl az egészet, jó? Vagy még egy picikét. Kidobjuk a kukába. Aztán a banánt belerakjuk a turmixológépbe. Ez leesett. Jó. A következő mozdulat. Mássuk meg a kezünket a banán után. Jön az eper. Eperből szerintem 5 darab. Pontosan jó lesz. Válasszuk ki, hogy melyik a legfinomabb. Ez elég jól néz ki. Vágjuk le ezt a zöldet. Próbáljátok jó nagyokat választani. Jó, belerakjátok az epret, és kidobjátok a rossz részét. Megmossátok a kezeteket. A következő lépés, amikor beraktuk ezeket, ezt egy kicsit arrébb rakjuk, hogy mindegy maradhatik, fogunk egy körülbelül ekkora poharat, ez bőven elég, és rakunk bele tejet. Ennyi bőven elég. Ezt a séket most szerintem 4 pohárra csinálom. 4 pohárra bőven elég lesz, vagy ha nem, akkor 3. Jó, 1 pohár tej megvan. Ezt ide rakjuk. Aztán, aki szereti, hogyha a sék nem olyan lágy, hanem egy kicsikét keményebb, szóval az rakjon bele jeget. Én úgy szeretem, szóval meg szerintem a sokkal finomabb. Én rakok bele jeget. Okay. Aztán először belerakjuk ezt, csak úgy beleöntjük a jeget. Jó. És beleöntjük a pohár tejet. Szerintem egy kis több kell. Inkább csináljátok meg, hogy kétszer öntitek ezt a tejet. Vagy csak egy picit.
Így, ennyi még bőven. És belöntitek ezt a tejet. Ne felejtjétek, ne rakjatok bele cukrot, mert akkor egészségtelen lesz. Szerintem így nagyon finom lesz. Rakjátok rá a tetejét, de úgy, hogy nehogy rosszul rakjátok rá, ez egy kicsikét hangos lesz. És meg kell nyomni a smoothie-t. Aztán én azt szoktam csinálni, hogy fogom a tetejét, félek, hogy kiöntődik. Biztonság kedvéért mindenki, amikor megcsinálja, megpróbálja ezt a séket, fogja a tetejét, jó? Köszönöm. Ez egy kicsit hangos lesz, szóval készüljetek föl. Tökéletes, és még van is benne. Osszuk el szépen. Jajaj, ez kifolt. Várjátok, gyorsan tudunk el törölni. Még van egy kicsi, az beleöntsük még. Jó. Gyümölcsötök van otthon, például tudok ajánlani nektek olyanokat, hogy ez a banán, eperre, ez is nagyon finom, majd még megkóstolom, de még egy kicsit beszélek, a citrom, a még mi jó, citrom, blueberries, aztán még a, ami még finom nekem, ami még jó a barack, banán, na ezek. És ugyanúgy ide rakjátok ezeket, tej, jég, turmix. Na, kóstolj. Hát ez nagyon finom. Nagyon jó. Na, akkor ennyi volt. Ti is próbáljátok ilyet csinálni otthon. Nagyon. Sziasztok!